Dékovács Robert Antal, polgármester úr vendégem. Ismét köszönöm, hogy itt van. Köszöntöm én is. Önt is, a hallgatókat is. Kezdjük a kötelező körrel. Ismét volt testületi ülés. Most mik voltak a fókuszban? Így december előtt, novemberben mire, mire koncentrál az önkormányzat? Számos kérdés fölmerült, talán az egyik legjelentősebb az adó kérdése. Emelünk-e helyi adót, építmény és telekadót, hogyan alakulnak a jövőben az önkormányzat által bérbadott ingatlanoknál a, az árak, közlethasználatért többet kell fizetni, vagy nem. Egyértelmű a válasz, muszáj egy kis adókorrekciót végrehajtani kőbányán is. Ez nem azt jelenti, hogy a maximális mértékben be fogjuk szedni az építmény és telekadót, de a külső környezet infláció arra sarkal minket is, hogy emeljük az adókat. Ugyanakkor a kis változások számára a jövőben is és ö, igyekszünk támogatást biztosítani, hogy ö, ö, könnyítsük a helyzetüket. Spicit megriadhatnak sokan, tudjuk tisztázni egy kicsit a részleteket, mert akkor már látom a címet egyébként, hm. hogy adóemelés lesz kőbányán. Szóval hogy ez milyen mértékű, és kiket érint, vagy kiket nem érint. Alapvetően az önkormányzatok adóbevételekből gazdálkodnak az állami normatíván túl. Létezik az iparüzési adó, miről szok, sokszor, sokszor szokott esni. Azt a főváros szedi be és osztja vissza a kerületeknek, illetve egy jelentősebb hányadát a főváros tartja meg, illetve léteznek a, a helyi adók, az építmény és telekadó, amelyeket mi kőbányán a helyi vállalkozásokra vetünk ki. Vannak olyan települések, ahol magánszemélyek is fizetnek építmény és Adott kőbányán ezen nincs így. Az építményadó mértéke az 2000 200 forint négyzetméterenként, ezt fizeti minden vállalkozás. Tehát, ha valakinek van egy 50 négyzetméteres üzlethelyisége, akkor az 50 négyzetméter után fizet 2200 forintokat négyzetméterenként. Tehát kiszámolható, hogy egy vállalkozás működésében azért ez nem egy olyan túl nagy összeg. Ugyanakkor az önkormányzat működésében ez elengedhetetlen, hogy jelen legyen, hiszen ebből tudjuk az intézményeinket fenntartani, működtetni, ebből tudunk fejlesztéseket végrehajtani. Ha önkormányzat összeget mondok teljes bevételt, akkor ez kb. 6-7 milliárd forintot jelent éves szinten. Az önkormányzat 30 milliárdos költségvetéséből. 2200, ez most Duplájára emelkedik? Már vagy milyen, milyen mérték? 10 százalékkal emelkedik. Ha azt vizsgálom, hogy az infláció milyen mértékű ha lesz. most már szám. egy számjegyű. Most egy számjegyű, de az éves inflációt, ha vizsgáljuk, az még erősen két számjegyű. Sőt, a 20 százalék környékén alakul. Tehát, ha így fordítom, akkor milyennek a felét emeljük. Mire jutottak még, vagy mi volt, ami még fontos volt? Ilyenkor egyébként évvége előtt van egyfajta hajrá, mert tudom, hogy mondjuk nagy cégeknél e, ilyenkor még gyorsan kiszorják az utolsó pénzeket, meg már szervezik a karácsonyi partit, de előtte még a megrendeléseket elindítjuk, hogy erre az évre vonatkozzon. Ez egy önkormányzat esetében kőbányán így van? Biztatok mindenkit arról, hogy ne így legyen. <laughs> Jellemző és hagyományos gondolkodásban benne van, hogy ami még megmaradt, az Ugye? gyorsan költsük el. Én viszont a, a tervszerű, észszerű gazdálkodásra biztatok mindenkit, és az arányos pénzfelhasználásra, és a marad év végén azt nem feltétlenül muszáj elkölteni. Már csak azért sem, mert jövőre el fogjuk végezni ennek az évnek az értékelését, készítünk egy zárszámadást, és az ott képződő maradványokat azért visszaforgatjuk akár az intézmények felé, akár különböző fejlesztésekbe, tehát nincs értelme azonnal elkölteni minden rendelkezésre álló forrást. Hogy lehet, hogy lesznek maradványok? Azért ez az év is igen nehéz volt, gazdaságilag intézményi szempontból is, ugye beszéltünk meg korábban a Csökkentés, és csökkenés, ezért csak a rezsijárak érintették a cégeket, vállalkozásokat, intézményeket, brutálisan emelkedett a benzinár, ebből adódóan szinte minden, fuvarár, inflációt is emlegette, szóval van arra esély, hogy, hogy ezek az intézmények valamit megtakarítsanak? nem szoktam panaszkodni kőbányán, tehát észszerű, tisztességes gazdálkodással jut mindenre. Úgy vélem, hogy mi az alkalmazásunkban állóknak rendes bért fizetünk, van kafetériájuk, van jutalomkeretük, adunk kőbányapótlékot számos területen, fejlesztésre is jut, hiszen évente tudunk 5-6 milliárd forintot legalább különböző beruházásokra fordítani, és tartalékunk is van. Most évvége felé 14 milliárd forint van az önkormányzat számláján. Ez nem azt jelenti, hogy azonnal felhasználhatnánk ezt az összeget, hiszen az adóbevételek már megérkeztek, legközelebb majd jövő év, márciusában fognak ismét adót fizetni a vállalkozások, tehát addig ebből az összegből gazdálkodni kell, működtetni kell a, a kerületet, de az jól látszik, hogy jelentős tartalékunk is van, és ez jellemző már lassan 12 éve. Korábban nem így állt az önkormányzat büdzséje, de sikerült stabilizálni a helyzetet. Igen, pont kérdeztem is volna, hogy ez most sok vagy kevés, vagy mennyire normál állapot például kőbánya esetében, mert nyilván eszembe jut róla, hogy Karácsony Gergelyt sokszor ezért elkézi egyébként például a Fidesz majdnem azt mondta, hogy az ellenzék, az ő ellenzéke, hogy a tartalékot, ami a fővárosnál volt, azt kvázi eltapsolta. De akkor egyes kerületek szintjén, tehát például Kőbányán ez hogy működik? Kőbányán nem paraszkodtunk soha. Voltak nehezebb éveink, az előző év is nehéz volt, amikor megemelkedtek a, a, a gázárak, megemelkedett a gázára, a, a villamosenergiára, az infláció is érintett minket, minden minimálbéremelés is Érint minket és plusz kiadások jelentkeznek. Ugyanakkor a bevételek is úgy alakultak akár az iporző adó bevétel, akár egyéb helyi adóbevételek, amelyek a biztonságos gazdálkodás feltételét megteremtették, nem kellett vagyont felélnünk, ingatlanokat eladnunk, sőt, vásároltunk is lakásokat, más típusú ingatlanokat is. Egy önkormányzat életében ez is jelen kell, hogy legyen az észszerű ingatlan gazdálkodás. Kőbányának 2000-es évek elején álltunk rosszul, akkor akár 100-200 napig is sorban álltak számlák. Ezt az időszakot már mínuszban töltötte az önkormányzat. Három milliárdos hitelkeretről beszéltünk, likvid hitelkeretről. Ma ilyen gondjaink nincsenek hogy ez így alakuljon, ahhoz sokat kellett tenni persze, és szerűsíteni a gazdálkodásunkat nagyon jelentős intézkedésekkel. Na pénzügyekről akkor most már beszéltünk, ezt kiveséztük, meg arról is, hogy akkor az egyik fő tematikája nyilván az adóügyek változása és elfogadása volt a testületi ülésnek, de volt-e még olyan pont, amit kiemelne, ami fontos? Foglalkoztunk energiárakkal, az energiárak kedvezőbben alakulnak, mint az előző évben. Vilamosenergiánál úgy tűnik, hogy megfeleződik, gázenergiánál harmadannyiba fog kerülni. Foglalkoztunk rendeletmódosítással is, hogy egy egészen más területre evezzek, olyan rendeletnek a módosításával, amely a helyi építészeti értékeket fogja elismerni, akár felújítás, akár új épület alkotása, létrehozása során. Eddig is mód volt arra, hogy ilyen díjakat adjunk, de nem élt vele az önkormányzat, most viszont kicsit kisbővítettük bővítettük a lehetőséget, és építészeti nívódíjakat fogunk átadni. És hát úgy tudom, hogy ezen a testületi ülésen is volt köszöntés. Ez ilyen kvázi kötelező eleme a testületi ülésnek? Mert úgy emlékszem, múltkor is beszéltünk, ha minden a sportolókat köszöntöttek most itt. Köszöntünk, mindig köszöntünk most egy fiatalembert, aki a Cifra Fesztivál keretében egy nagyon komoly díjat nyert, a Cifra Fesztivál tehetségdíját. Egy népzenész, fiatalember, tíz éves, népi furuján játszik, de köszönteni szerettem a Elikes Enikőt is, aki a KSC-nek a birkózója, most éppen szumó világbajnok lett, első női, felnőtt szumó világbajnok a Magyarországnak, és sajnos nem tudott eljönni, bízom benne, hogy majd egy következő alkalommal köszönhetem őt is. Kicsit tevezzünk akkor tovább, például a múltkor már valamilyen szinten pedzegettük szerintem azt, hogy például az idősekkel hogyan foglalkozik kőbánya, és ha minden igaz, most 40 éves lett ez a bizonyos Pongrácz klub. Igen, számos intézmény működtetünk, és ezeknek a sorába illik a nappali ellátás is, az idősek nappali ellátása, idős idősklubok a város minden pontján vannak, és ezek közül a Pongrác telepi az, amelyik 40 esztendős lett a napokban, megünnepeltük rendesen, mert a Pongrász telepi idősek saját műsorral készültek. Mm -hmm. Ők nagyon vidám csapat, és számos csasztuskában énekelték meg a saját sorsukat, illetve az önkormányzatra is tettek utalásokat. Egy nagyon jó hangulatú ünnepség volt, de az elmúlt időszak azért számos idős programban bővelkedett, hiszen azt az időszakot éltük az idősek világnapját, hónapját, tehát ők komolyan fókuszban voltak. Még mindig. Most éppen egy, egy előadásról mesélt, és előtte pedig a cifra díjas művészről. Van, aki már olyan hangokat pedzeget, hogy na, kőbánya lehet majd a fővárosnak az új kulturális negyede. Ez, ez mennyire valéd, mennyire valós? Ilyen irányba is szeretne elmozdulni kőbánya? Vagy ez egy új arca kőbányának, vagy csak egy olyan arca, amit nem ismerünk, és akkor itt majd végigvesszük a, a mindenféle Ejfem műhelyházat, meg múzeumot, meg stb. Szerintem egy olyan arca kőbányának, amit nem ismerünk, és nem ez volt eddig előtérben, hiszen számos múzeum például csak kőbányán létezik az országban, tűzoltó múzeum. De említhetnénk... ugye van tűzoltó múzeum. Tessék? Nem tudtam, hogy a múzeum. Bizony, bizony, pedig itt van a, a, a Kápolna utcában, Martinovics tér közelében, Budapest mértani. Hát, ha ezt tudjuk, öm, nyilván beköltözöm a három éves fiam. Ö, biztos, hogy szívesen időzött a gyermek, pláne, hogy megújult a múzeum tavaly, tehát most már korszerű múzeumpedagógiai eszközöket is alkalmaznak, mindenképpen érdemes eljönni. Milyen jó, hogy öm, találkozunk, miha látja. De más múzeumokat is tudnék említeni, pici múzeumok, ezek, akár a Richter gyógyszergyár múzeuma, felnőtteknek a Dreher múzeuma, de említhetném a kis is, ahol az 56-os elítélteket őrizték, illetve ott volt a, 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 bitó is, tehát azt gondolom, oda érdemes, és el is kell menni minden embernek. De a kőbányai zenei stúdiót is megemlíthetném, hiszen könnyű zenében azt gondolom megkerülhetetlen ez a stúdió. De a Szimfonikus is nálunk próbálnak, tehát, és az Eiffel Műhelyház zászlós hajó. A múlt is azt gondolom jelentős a kultúrában, de a jövő lehetősége is adottak, és hogy utaljak arra, hogy egy fiatal ember lett a Cifra Fesztivál díjasa. A program részesei vagyunk, mi is két kerületben szerveződik Cifra György életműve kerül a, program programsorozat, a 12. kerületben, illetve Kőbányám, és abban a zeneiskolában, ahol a válság időszakában egyébként a 2010-es évek mi úgy döntöttünk, hogy nem 600 növendékkel, hanem ezerrel fogunk majd foglalkozni. És akkor fektettünk kultúrába, amikor mások éppen onnan menekültek, akkor hoztuk létre a népzenei tanszakot, képzészeti tanszakot, tehát Kőbányanek ez mindig egy kitörési pontként jelent meg az életében. Közben itt kalandozom egyébként az Eiffel-nek az oldalán, hogy milyen típusú programokkal foglalkoznak. Igazából, amiket most eddig felsorolt, és mondom, majd belemegyünk azért néhány részletbe is, ezek kőbányának, a helyi lakosoknak szólnak, hogy kvázi e, itt helyben megteremtsék azt a színvonalú kulturális szolgáltatást, amiről mondjuk a főváros vagy Budapest világszerte híres, vagy pont fordítva, mondjuk a fővárosból, vagy akár turistákat próbálnak vonzani ilyen típusú programokkal is, hogy megismerjék ezt a kerületet. Mind a kettő igaz szerintem. Tehát nagyon fontos, hogy kőbányám, sőt, én ezt nem szűkíteném kőbányára, hanem Budapestnek ebben a régiójában, a Dél-Pest régióban keletpesti régióban, hogy legyen egy ö, ö, operaház, hiszen az Eiffel műhelyházat tekinthetjük operaháznak, sőt ö, a balett is jelentős, utóbb legutóbb például egy ö, balett eladáson voltam a kislányommal, és ö, pár éve azt mondták, hogy kőbányán balettra, ö, hogy a hatjuk tavát ö, meg lehet nézni gyerekekkel, igen. És azt gondolom, hogy maga az építészeti megoldás, ami az Efelnél formálódott, az megint csak megszólíthat nem csak a régióból, hanem akár Magyarországról is nem is feltétlenül csak Budapestről is látogatókat viszem egy fantasztikus. Övede, övezeti megújulásnak lehetünk a tanúi. No igen, és akkor erről beszéljünk kicsit, mert én egyébként ismerem, tehát jártam itt, meg hát sokszor megyek el előtte, nem biztos, hogy a hallgatók vagy a nézők ismerik, és egyébként ajánlom, hogy egyszer látogassanak el ide. Mondjuk én fanatikusan imádom az ilyen régi gyárszerű, vagy ipari szerű intézményeknek a megújítását és újrahasznosítását. Ennek számomra van egy különleges romantikája de erről az Eiffel Műhelyházról mit kell tudni? Ugye, az Eiffel Műhelyház pár éve működik kőbányán, korábban az északi járműjavító területe volt, mozdonyokat javítottak ebben a csarnokban. Magyarország egyik legnagyobb csarnok egyébként nagyon leegyszerűsítve 100-200 méteres ö, csarnok, ö, szegecselt ö, acélvázas szerkezettel. Nagyon érdekes, hogy ö, ennek a tervezője egyébként az operaház tervezésében is közreműködött, ö, tehát ö, van egy kapocs. Okváj Szilveszter nekem azt mondta, hogy egyszerűen talált az épületre, az állami operaháznál leszúrta a körzőt, és húzott egy kört, 5 kilométeres sugarú kört, és ezen belül esett a, a az északi járműjavító, akkor már évek óta használaton kívüli épülete. Eljött, megkeresett, elkezdtünk közösen gondolkodni, vizsgáltuk a szabályozási tervet, különböző megoldási lehetőségeket és az olajszagú mozdonyjavításra használt, évtizedekig arra használt épület valami csodálatos átalakuláson ment keresztül. Egyébként én többször voltam úgy az épületben, az új épületben, hogy oda meghívták az északi járműjavító korábbi dolgozóit, vezetőit, <laughs> és ők is ámultak. Ők szomorúan vették tudomásul, mikor megszűnt itt az üzem, sokat beszélgettem akkor ezekről az ügyekről velük, és látszott az arcokon. a a megnyugvás, hogy jó irányba fordult az ő szeretett épületüknek, munkájuknak a sorsa. És azt gondolom, ez nagyon fontos, hogy ezeknek a régi értékes épületeknek a, a jövőbeni sorsát közösen megtaláljuk, és ne a bontást keressük, hanem a rosdövezet rehabilitációját. Erre szerintem kiváló példa az északi járműjavító. Még egy mondatot azért ehhez hozzáfűznék, vagy kíváncsi lennék, kérdeznék, hogy nyilván felmerül a kérdés sokakban, hogy hát ez, ez az épület nem erre lett kitalálva, nem ez a funkciója, hogyan működik benne akkor ez a típusú művészeti előadás? Ez nem egyszerűen egy színház alakult, ez egy műhelyház. Tehát az opera színpada itt fölépült, uh -huh. itt próbálnak, itt próbálják a meg a zenekariárok, pont akkora minden, mint az állami operaházban, és így kiválóan alkalmas arra, hogy elkészüljenek a darabok. Itt vannak a műhelyeik a cipészek, a, 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 a különböző hangszerjavítók, díszletezők, gyakorlatilag mindent el lehet készíteni itt, és a belvárosba a kézdarabokat lehet bevinni, és így az épület minden négyzetmétere kihasznált, amire nincs lehetőség, nem volt lehetőség az állami Operaházban, illetve számos telephelyen működött korábban az opera, az most itt egyben megszervezhető, és itt akár még a művészek rekreációjára is lehet gondolni, tornatermek, sportpályák is rendelkezésre állnak, azon túl, hogy még parkolni is lehet. Na és ahogy nézegetem a képeket egyébként, és akkor most ezt tegye helyre mindenképpen, öm, oly mértékben ismerem, hogy én úgy emlékszem, hogy egyébként itt, itt ezen a területen belül voltam egy másik épületben, egy nagyon frankó vasút kiállításon, ami a közlekedési múzeumhoz kapcsolódott, mert a tűzoltó múzeumot, nem ismerem, de ezt láttuk a kisfiammal. Jól emlékszem erre? Igen, hiszen volt egy másik nagy csarnoka is uh -huh. a területnek. Az kívülről nem tűnik olyan impozánsnak, mint az Eiffel csarnok. Uh, ahol uh, a közlekedési múzeum kapott uh, helyet. Uh, készülnek a tervek egy uh, teljes körű felújításra, rehabilitációra, de addig is, amíg uh, az megvalósul, uh, időszaki kiáltások már megjelennek a, a közlekedési múzeumban. Idén a kerékpár volt a fókuszban, korábban uh, vasút-vasót történeti emlékek. Uh, most bezárt uh, ezekben a napokban már a, a kiállítás, de jövő tavaszra várhatjuk a következő tehát az ország egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb múzeuma is reményeim szerint majd újra ö, oly módon fogja megnyitni a kapuit és kőbányám, hogy az egy rozsdővezeti megújítás, megújulás nyomán formálódó modern múzeum lesz. Említette a könnyű zenét, hogy ez is megkerülhetetlen egyébként kőbánya életében. Miért? Kőbányán nagyon komoly hagyománya van a könyű zenének. Szinte mindenki innen indult, akiket mi úgy ikonként ismerünk, hogy az én 60-as korosztályom ismer. Pókegontól kezdve Deák Bíl Gyulánát, Csárli, Cserháti Zsuzsa, Révész Sándor, vagy hirtelen felsoroljak egy nagy feló, egy pár nevet és most már három évtizeden működik Kőbányán egy önkormányzati épületben a Kőbányai Zenei Stúdió, ahol a könnyűzene számára képeznek azt gondolom, hogy példértékű módon zenészeket, képzett zenészeket, nagyon neves kortárs zenészek közreműködésével, Fekete Kovács Kornéltól kezdve Babos át, hogy egy-két nevet említsek a tanárok közül, nagyon sokan dolgoznak itt, és akik ma számítanak a, a könyűzenében, a feltörekvő fiatal zenészek közül, és azok mind itt tanultak, vagy ők mind itt tanultak. És akkor nem csak a könnyű zene, hanem mondjuk a komoly zene is szerepet kap kőbányán. Ez hogyan? Hát a komoly zene is, hiszen a, a zeneiskolánk György nevét viseli, egyre rangosabb, nevesebb az országban. A duna mikor hát csúnyán elküldték, szerintem a duna és oly módon tették ezt, hogy nem volt helyük, nem volt próbatermük, és keresték a lehetőséget. Kőbányán megtalálták egy szerintem fantasztikus rozsda övezeti területen. A Ezt sörgy... is szeretném? Olyan? A sörgyárnak az egyes telephelyén volt egyes telephelyén, amelyet ha átfordítok egy másik számra, egységi területen ez kb. 20 hektár, több műemléképület van, mint mondjuk sopronban védett ipari műemlékek, ezek a sörgyár volt, ma a szárítói, zsákraktára, likőrüzeme. Na, no, itt van egy pici épületünk, amely alkalmas volt arra, hogy a Duna új próba termévé váljon, illetve alkalmas arra is, hogy 50 néző, résztvevő számára mini koncerteket szervezzenek Magyarország egyik legrangosabb szimfonikus tud így itt próbálni, ott hol És van még tovább, mert hogy megnyílt a Lechner rendezvényközpont, ami nem csak esküvői helyszín. Nem, ez, ez megint egy különleges helyszín, hiszen a Lechner családnak itt volt egyébként téglagyára, és nem véletlenül viseli a rendezvényközpont a nevét. Ez a rendezvényközpont egy kis sörgyárral fúzionált, egy kraft sörgyárral, és ö, kínál számos ö, olyan szolgáltatást, ö, amely azt gondolom, hogy ö, kuriózum vagy ö, hiánypótló. Ö, akár céges rendezvényekre, akár baráti összejövetelekre ö, egészen sajátos környezetben. És a Hung Expo területén pedig új, új kongresszusi központ, jól mondom, épül. Igen, igen, új kongresszusi központ ez. Ez mit jelent? Egy olyan rendezvényközpont, ahol több ezer fős kongresszusokat lehet szervezni. A, a Hongexpónak hiányzott igazából ez a lába, és pár éve előtt sikerült mindezt megépíteni és átadni. Nagyon sokáig kerestük ennek a lehetőségét is, illetve Nem ki... volt ott ilyen egyáltalán? Nem, nem. Kiállító terek, igen, uh -huh. de kongresszusi központ nem. Viszont Budapest kiválóan alkalmas arra, hogy ilyen típusú rendezvényeket szervezzünk, és szerveződnek is ma már ezek a kongresszusok. Ezek különböző szakmákat céloznak, az egészségügytől kezdve, információt informatikán sok-sok szakterületet, és ez is megint hiánypótló volt Budapesten. A volt vásárváros területe kiválóan alkalmas volt ennek a megépítésére, hiszen még mindig majdnem kőbánya, vagy Budapest mértani közepén vagyunk. Hát és nem mellesleg egyébként nyilván a kiállítások összekapcsolódhatnak egyes konferenciákkal, tehát itt akkor túlim van. Jelenti ez azt, mert az ilyen nagyméretű mondjuk kongresszusi központoknál nyilván eszünkbe jut, hogy mondjuk külföldről is lehet szervezni nagyobb konferenciákat, kongresszusokat. Jelenti ez kőbánya életében egyébként azt, hogy hoz egy olyan hozzáadott értéket, hogy mondjuk ilyen típusú rendezvények is megjelenjenek kőbányán? Mindenképpen, és ráadásul azok a nagy multinacionális vállalatok, amelyek itt működnek, azok mindezt erősítik, akár ezen a helyszínen, akár a saját rendezvény helyszíneiken, és egyre markánsabban megjelik a, a, a tudományos életben ez a lehetőség. Hogy mennyire tud ez szervesülni, persze kőbányával az mindig nagy kérdés, hiszen a vasútvonalak szétszabdalják a várost, komoly törekvésünk az, hogy átjárhatóbbá tegyük kőbánya különböző területeit így jobban tudjon szervesülni a kongresszusi központ is, a mellette fekvő vasúttúl oldalán lévő volt kőbányai régi ligettéri, ligettel kiváros negyedbe, és ott esetleg fölpösdőjön kicsit a vendéglátás, vagy a, a, a kongresszusokhoz köthető egyéb szolgáltatások köre. Erre fel van készülve egyébként kőbánya? Dolgozunk rajta. A helyiek, akik kőbányaiak és itt laknak, mennyire tudják mindezt, amit mondjuk az elmúlt. Hosszú percekben felsorolt számtalan. Ö, könnyű zenei, komoly zenei, ilyen rendezvényhelyszín, olyan múzeum, Képben vannak ezzel? Egyre inkább képben vannak, illetve számos olyan programot szervezünk, amely iskolákat céloz, és az iskolásokat is ö, tudatosan ö, visszük, hozzuk, szervezzük ö, ezekre a helyszínekre, szervezünk nekik ö, programokat. Ö, tegnap például ö, Cserháti Zsuzsa tiszteletére adtunk emléktáblát a városban, illetve szerveztünk egy ö, emlékestet, ö, mikor meghirdettük a programot, ö, nem gondoltuk azt, hogy körülbelül egy nap alatt el fog kelni az összes jegyünk. Tehát ma már látható, hogy van a városban egy olyan markáns réteg, érdeklődő réteg, aki nagyon-nagyon figyel és reagál, gyorsan reagál adott kérdésekre, programokra, lehetőségekre. És én bízom benne, hogy egyre többen felismerik azt, hogy milyen helyi értékeink vannak. És bízom abban is persze, hogy nem csak kőbányán, hanem kőbányán kívül is előbb-utóbb felismerik ezt. Igen, itt függ össze az, amit egyébként percekkel ezelőtt kérdeztem, hogy hát ha még ki is vonzható egyébként Budapest vagy egyes lakosság, vagy akár turisták is, de Bégyula kapott egy kitüntetést. Mi volt ez? Pro díjat kapott Deák Gyula, a főváros egyesítésének 150. évfordulóján vett át a díjat főpolgármester úrtól. Elkísértem, hihetetlenül büszke volt Bill erre a díjra. Egyáltalán nagyon szomjaz a, a, az elismerést, várja azt, hogy dicsérjük, és a kőbányák dicsérik őt, tehát bármikor megjelenik a neve, különböző közösségi oldalakon, akkor mindig kiemelik az ő kőbányaiságát, és mindig a biztató jó szavakat kapja, de számít, számít is erre várja. Budapest 150-hez bármilyen módon egyébként kőbánya kapcsolódott, vagy ha más nem, akkor tudom, hogy történeteket gyűjtöttek mindenhonnan, meg jó sztorikat. Kőbányának van olyan régi sztoria, ami 150 éves? számtalan sztoria van szerintem, ami a 150 évhez kötődik. Kevesen tudják, hogy a, a Városegyesítés miniszteri biztosa is kőbányai volt, kőbányai birtokos Havas Ignác, vagy az első polgármesterek között is említhetünk kőbányai embert, városvezetők között, tehát Kőbánya a tizedik kerülete volt az Egyesített Fővárosnak, tehát tekinthetjük úgy is, hogy mi is ebben 150. évünket ünnepeltük a főváros kerületeként, meg is ünnepeltük egyébként kiadványokkal, programokkal, egy hölgyfeszt nevű rendezvényel, ami óriási sikert aratott, tehát igen, mi is büszkén nepeltük ezt a 150 évet. Mondható az, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő kerület egyébként? Mondjuk, és akkor maradjunk a kultúra résznél, kőbánya? Biztos vagyok benne, hogy Budapestnek a legdinamikusabban fejlődő kerülete. Ha kultúrát vizsgálnánk, akkor is igaz ez, de ha nem a kultúrát vizsgáljuk, hanem más szempontokat teszünk mérlegre, mondjuk az ipar iparfejlesztését, ipar az elmúlt évek fejlesztései közül csak ha kiemelem a, a Bosz BOS kampuszainak az építését, a kontinentál beruházásait a kertvárosban, a CEVA fejlesztéseit, állatgyógyászati oltóanyagok tekintetében, a Xélia, amely humán oltóanyagokkal dolgozik az ő fejlesztéseit, és tudnék említeni számos kisebb vállalkozást is, nem csak a multikat. A munkahelyek számának gyarapodásában biztos, hogy élen járunk kereskedelem fejlesztésben, hiszen az árkád megépítése a közül Magyarország legnagyobb bevásárlóközpontját hozta ők Bányára, de mondjuk a legnagyobb gyógyszerkereskedelmi központ is itt működik a napokban került átadásra a hungara az új logisztikai bázisa, raktárbázisa, amely Magyarország gyógyszeletásának 40-50 át is képes szervezni és biztosítani. Tehát számos mutatót tudok sorolni, amely biztos, hogy a, a fejlődést mutatja, de említettem az önkormányzati beruházásokat is, az orvosi rendelők felújítását, új egészségház építését, új ö, óvodák építését, ö, ez mind-mind azt mutatja, hogy lendületben vagyunk. Igen, ez már ilyen választási szöveges volt, de tudott mit sorolni, meg mögé tenni. A azért egy picit megállnék. Az adás előtt beszélgettünk egyébként. Például arról, hogy egyre többen covidosak a környezetünkben, és hogy ki van oltva, ki nincs oltva, és ez bizony kapcsolódik ide, hogyan. Kapcsolódik, hiszen az elmúlt évek során is a kőbányai hungarofarma volt az, amelyik ellátta oltóanyaggal az egész országot. Itt képes arra a gyógyszer, nagy kereskedelem, hogy a megfelelő körülményeket biztosítani tudja, a mínusz 80-90 fokos tárolást, illetve egy olyan logisztikai hátteret, amely abszolút robotizált ma már, és a mesterséges intelligenciára épül akár, hiszen emberi kéz érintése nélkül oxigénmentes Környezetben ö, kezeljük a, a, az itt tárolt gyógyszereket, és a, a robotok, a futószalagok előhozzák ö, napra, pontosan megfelelő időben, hogy az oda kerüljön az a, a, a gyógyszer, az a, a hatóanyaga az ország legkisebb településére is, ö, és mindez minden kőbányáról. A napokban került átadásra egyébként az új csarnok. Hihetetlen méretekkel, tehát több ezer, közel húsz ezer raklapnyi ö, ö, gyógyszert képesek itt tárolni, illetve mozgatni ö, folyamatosan. Az előbb elvicceltük, amikor például a Dréhert említette, hogy van ilyen típusú múzeum is kőbányán, de azért a Dréhernek jelentős szerepe van kőbánya életében. Mit jelent a Dréher bekapcsolódása a kőbánya életébe? A Dréher egy Ikonikus gyára Kőbányának, hiszen a korai iparfejlődésben is meghatározó volt a szerepe az 1800-as években. Majd később úgy hozta a sors, hogy a Kőbányai világos, hogy egyáltalán a sör, amikor milyen furest hogy egy cikként is föl tudott bukkanni, és alig várták a, a 70-es-80-as években a, a boltokban az emberek az aktuális sörszállítmányt. Tehát a kőbányi világos, a Kőbányai sörgyár akkor is meghatározó volt ma már nem a foglalkoztatott létszámban, hiszen korábban akár négyezven is dolgoztak a, a sörgyárban, ma már pár százan is képesek elvégezni azt a munkát, amivel a magyarországi sörtermelés harmadát legalább talán egy picivel többet is el 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 előállítanak, illetve forgalmaznak. Kőbányák egy ikonikus üzeme. Tehát kőbányát sokan a sörrel is, vagy a sörrel kötik össze. Hát, ha más nem, akkor legalább azt már látta a, a Igen, a kőbányai világos. Ami hozzáteszem, ő, ő, ő a maga kategóriájában, folyamatosan nyeri a nagy versenyeken az érmeket, tehát nem is rossz sörről beszélünk. Fontos nekünk a Dreyer is, illetve fontosak azok a, a, régi gyáraink, üzemeink, akár a Richterre gondolok, akár az égiszre, amelyek most már évszázados múlttal bírnak a városban, és úgy tekintünk ezekre, mint ami zászlóvivő hajóinkra, és megvannak a követők, tehát látjuk azt, hogy szépen zárkoznak föl kisebb vállalkozások is, hogy Kőbánya erősödik gazdaságában is. Van még egy hely, amiről nem beszéltünk, egy régi új hely, ami azért ikonikus. hudafurán néz rám, a kincsem. Hát igen. Na hát, ugye, azért csak találok még ilyet. Kőbánya teli van legekkel. <síthat> <síthat> <gül> <gül> ugye? Az, Mondhatnánk, hogy itt van a legnagyobb temető Közép-Európában, de nem ez a legfontos számunkra, sokkal inkább kisoktuk, -e. Igen, igen, az új köztemető. Európa egyik legnagyobb temetője, de a börtönöket is említhetném. Mm. Tehát tudok mondani, ami nem, nem vidám. Nem, nem vidám, de és te, igen, De a Szávó utcai adótorony is a magas épületek között van. A Népléget a legnagyobb közparkja a városnak, a Kincsenpar pedig a legnagyobb lóversenypályája. Mm a Szent László templom a maga a legmagasabb önálló templomtorony, ezt is kiemelhetnénk. A kincsenport pedig a 80 hektáron működtetett lóversenypálya, azt gondolom megint csak egyedülálló. Hát és annál is inkább, hogy ennek is találtak egy ilyen kvázi új funkciót is, tehát hogy rendezvények is vannak folyamatosan. Szeretne a lóversenypálya is megújulni. Beszélgettünk számos fejlesztésről, és látunk Európában példát arra, hogy nem feltétlenül csak lóversenypályaként működnek ezek az intézmények ma már, hanem olyan kulturális centrumként, ahol a lovas színház, akár, vagy olyan egészségprogramok sokasága jelenik meg, amely sérült, beteg emberek gondozásában jelentős, tehát óriási tartalék van még a, a is. Azt jó látni, hogy a lóversenyeken túl ma már agárversenyek is megjelennek, sporttevékenység, rögbi is, akár a területen, illetve összekapcsolódik mindez a gasztronómiával, és egyre több ilyen rendezvényt szerveznek a kincsemparban is. Szokott kiérni fogadni? Szoktam versenyre menni a kőbánya kupát, amikor <gül> <gül> futjuk, illetve agárversenyen is voltam már. Az egyik kolléganőm fiatal agara, négy éves agara versenyen indult, és nyert is. Úgyhogy rá például fogadtam. Mindenki furán nézett rám, de végül nekem lett igazam. Tényleg? Igen. Nyert is? Nyertem. Nem Örülött nagy összeget, de Nem egy... mondták, hogy bunda? Nem, nem. Ö, és amikor elmegyünk a kőbánya kupát ö, vagy a kőbánya futamot ö, megnézni, illetve a díjat átadni, természetesen, ha az ember lóversenypályára megy, akkor ö, illik fogadni, így lesz meg az igazi izgalma talán, ö, de nem vagyok egy ö, ö, aktív játékos. Ilyen szilveszterkor lehet úgy tudom mindig ugye fogadni, és nagy álmom, hogy egyszer eljussok oda, hogy egy ilyen szilveszteri lovinot legyek. No, a következő egy hónap, az tényleg az év vége. Ez miről szól Kőbánya életében? Programok sokasága, illetve el fogjuk fogadni az átmeneti költségvetést, amely majd a következő év első két hónapjának a gazdálkodását fogja meghatározni. Készülünk a választásokra, új választási térképeket rajzolunk. Az új, mit jelent? Új szavazóköri beosztás lesz. Valamivel csökkent kőbánya népessége, illetve a városrészek között át kell rendezni a választókereteket, hiszen vannak olyan városrészeink, ahol jelentősebb a népességgyarapodása, gyárdülő területén mm. megépültek olyan lakóparkok, ahol ezres nagyságrendű a, a változás növekedésben, és a Hős utca lebontásával, vagy megszűnésével, például egy másik város részben kevesebb ma már, mint korábban, és ezt ki kell egyenlíteni. Tehát ezzel is foglalkozunk, készülve a jövő, évi önkormányzati választásokra, illetve számos rendezvény, adventi rendezvények sokasága. Igen, ebből, ebből egy-kettőt azért mondjunk, ami, öm, ami kedvet csinál. A jégpálya azt gondolom az a városközpontban már nagyon-nagyon várt. Kicsit nagyobb lesz idén is, mint az előző években épített jégpályák. Advent első vasárnapján számos programmal készülünk, kintjük a polgármesteri hivatalt, és az Átriumában, illetve más termékben is a gyerekek számára szervezünk programokat. Advent második vasárnapján az Újhegyen a Mélytónál egy különleges vízi játékot szervezünk, Eldiszítjük a várost, ezekben a hetekben szervezünk karitatív akciókat is, cipősdobozba gyűjtünk rászló gyermekeknek különböző ajándéktárgyakat, rajzeszközöket. De szeretnénk egy köbányai fiút is támogatni, aki súlyos betegségben szenved, és bizony a gyógykezeléséhez több 100 millió forintra van szükség. Eddig már a jelentős részét sikerült összegyűjteni a családnak, de szeretnénk egy kicsit ráerősíteni és advent időszakában őt is támogatni. Akkor erről is beszéljünk legközelebb, amikor jön. Dikovács Robert, nagyon köszönöm, hogy a vendégem volt. Köszönöm szépen.